hátrázó üvöltéssel, az öntudat ébred saját magára, a vakon szemezve az ürességgel, az enyészeté lesz nem sokára! Annyi féleképpen üzent már nekünk a világ, hogy nem bír el a hátán. Mi akkor is fokkal körömmel kapaszkodunk életek árán. Elérkezett a HCV YouTube Plus csatorna tagság lehetősége. Mostantól kezdve nem kell más platformon bíbelődnöd, mindent elérhetsz egy helyen, a YouTube-on csatorna tagként. Beszélgess velünk a Straight Talk-ban, szólj bele a műsorok alakulásába, szavazz, és a legfontosabb, érd el az összes nagy gálát az évben, mindent mostantól kezdve egy helyen. HCV YouTube Plus csatorna tagság. Köszöntök minden YouTube nézőt, és köszöntök mindenkit itt, a magyarországi Pro Wrestling alapályában és omegájában, a HCV Dojo-ban! Hétfő van, ez pedig itt a HCV Underground! Te mit csinálsz? Házakovnak meccse lesz Wellingtonnal. Mit foglalkozol az a gyerekkel annyit? Amúgy is Wellington ellen nem megyek ki. De tudod mit? Talán úgy segítesz annak a gyereknek a legjobban, hogyha te is itt maradsz. Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit a Magyar Pro Wrestling állandó hétfesti műsorában! Ez itt a HCV Underground, én a Doktor vagyok, és már kezdődik is az este első mérkőzése! Előzetesen úgy tűnhetett, hogy Ted Wellingtonnak ismerős arcokkal kell majd szembenéznie az ellenfele révén, de hogyha hihetünk Nitrónak, akkor ez nem fog megtörténni, hiába lesz a Junior Bastard az ellenfele a mai napon. Az eltét a sarokba érkezik! The Junior Bastard! Örömmel hallom, hogy Shitgun Pali is átvette azt a nevet, amit még én ragasztottam rá Kazakovra, amikor bekerült a Budapest Bastards formációja mellé. Renegé Turger Dávid egykori mentora a HCV Factory adásban. Ugye komolyan a szárnyai alá vette ezt a fiatalembert. De úgy tűnik, hogy Szabó Tamás azt javasolta, hogy erre a mérkőzésre ne tartsanak vele a ringbe, ami egyébként egy megszakott látvány volt az elmúlt hónapokban Kazakovnak. Ha Dávid hallgat Tamásra, akkor abban az esetben egyedül kell majd bizonyítania minden idők legelső Revolution és legelső Tag Team bajnoka ellen itt a HCV-ben. Ugye Nitro és Wellington között egy nagyon régi szál húzódik, tehát nem annyira meglepő, hogy Wellingtonnal szemben nem akarja támogatni Nitro Ivan Kazakovot, együtt voltak Tag Team bajnokok a Nitrington csapatban is, a HCV egyik legelső, legendássá váló párosát alkották. Wellington pedig fölteszi hajköltemény, oroszlán királyi sörény ide vagy oda, ezt a Bastard sapkát, a mérkőzés elején ezzel gúnyolva Ivan Kazakovot. Valóban nagyon érdekes Kazakov szempontjából az, hogy mi segít neki többet, mert nyilván a Bastards támogatása hozhat neki győzelmeket pályafutásának jelen szakaszában, de azért az igazi tanulás, az igazi tűzkeresztség azt gondolom az, hogyha saját maga kaparja ki a gesztenyét a mérkőzésein, legyen akármilyen rutinos is az ellenfele, és ezt kell most megtennie Wellingtonnal szemben. Wellington nagyon okosan maradt a köteleknél, számított ellenfele dropkickjére, nem szaladt bele oktondi módon, és ezzel megteremti magának azt az előnyt, hogy ő adhatja be a dobbantórúgást Kazakovnak, aki jobbnak látja, hogyha a ringen kívül keres menedéket, és Wellington mutatja is az eszét. Ezen a téren tényleg pazarul
El van látva a szürke állománnyal, kreativitással, Ted Wellington. Egy igazi birkózó koponyának is lehet nevezni őt, és Kazakovnál ott van a baseball ütő. Igen, az egy igazi egyenlítő lehet, csak persze szabálytalan a használata. És megpróbál Kazakov jobbik eszére hatni a mérkőzés vezető. El is veszi tőle a baseball ütőt. Ezt kihasználva azonban Kazakov váltámadást indít Wellington ellen. A sunset flip nem jön be, és egy alacsony dropkickkel Wellington megoldja a helyzetet, aztán jönne a senton, de felkapja a térdét Ivan Kazakov. És ezzel most az ellenfele háta komoly ütést kapott. És lássuk, hogy a maga javára tudja fordítani ezt a szituációt Ivan Kazakov. Nem lepődöbb meg azon, hogy Renegade támogatni akarta őt. Tényleg nagyon komolyan veszi Kazakov pályafutását. Talán végre ő az a fiatal birkózó itt a HCV-ben, akiben az igazgató önmagát látja, a saját mentalitását, vagy legalábbis annak a lehetőségét, saját gondolkodásmódját, mert hát valljuk be, az elmúlt évek nem arról szóltak, hogy Turger Dávid kifejezetten segített volna a fiataloknak, hanem éppen az ellenkezőjéről. Kazakov a kivétel, talán éppen egy szabályt erősítő kivétel ezen a fronton. Wellington is azért tudja, hogy milyen a fiatalokkal dolgozni. Sokan neki tulajdonítják Szalai Zoltánnak a közelmúltbéli sikereit. Ugye Szalai Wellington mentorátja volt hosszú időn keresztül. A mai adásban őt is látni fogjuk birkózni, a korábbi Revolution bajnokot, de egyelőre Kazakov az, aki megpróbálja a padlón tartani Wellingtont, aki dacosan igyekszik visszavágni. És ott a védő karok alatt be is találnak törzsre az ütések azonban. Egy nagy dobás Kazakovtól, meg is próbálja a tust, Wellington kijön belőle. Bizony, ám ez még nem elég. A szofisztikált Ted Wellington padlón tartásához legalábbis. Hát akkor próbáljuk meg a kravattot, gondolatja Ivan Kazakov. Nagyon nagy hangsúlyt fektet erre a fogásra. Az egyik állandó fegyvere Kazakovnak, amit most Wellington ellen is bevet. Ezen a mérkőzésen az ellenfele nyakát támadva ezzel. Tudja a csodálatos Wellington, hogy ki kell szabadulnia. Kazakov egy pillanatra csak még erősebben adta be a fogást, ám ettől az ellenfele csak még dacosabb lett. A lábát elkapta, de nem tudott manővert bevinni Wellington, de majd most! Swinging neckbreaker! Egy igazi nyaktörő volt, és most fordulhat a kocka ezen a mérkőzésen. És ilyenkor jönne nagyon jól az Kazakovnak, hogyha lenne segítsége akár elterelni Wellington figyelmét, akár bármi más céllal, mert most beszedi a Snake Eyes-t, és aztán jön a Big Boot, tankönyvű módon Wellingtontól, és megpróbálja ismét a sentont, ezúttal már nincs védekezés, talál a manőver, és ez bizony, csak kettő. Nagyon fontos ennél a mozdulatsornál, hogy itt nem egyetlen manőverről van szó, hanem gyakorlatilag három manőverről gyors egymás utánban. Nem is mozdulat, ez egy szekvencia Wellingtontól. És most az ultimátumra készül, ne a befejező mozdulatára Kazakovon. Hoppá, ott landol Chris Biro ölében a szibériai agresszor. Meghitt pillanat kettejük között, ha mondhatom így. Azonban nem akarja ezt sokáig nézni Wellington. Hiába Kazakov ott betalált egy ütéssel, és talán most ő menne rá a Mother Landingre, hogy befejezze a meccset. Az ő kivégzőjével próbálkozik Wellington, minden erejével ellenáll. Lássuk, hogy van-e elég ereje kivédekezni ezt a manővert. Úgy tűnik, hogy van. Beküldi a sarokba, és visszajönne a Disaster Kick-kel a Junior Bastard, és ebből megpróbálja. Lent vannak a vállak, kettő. És ezt nem hiszi el. A közönség viszont jelzi, hogy ez bizony csak kettő. Mihez fordulhat még ezek után Ivan Kazakov, és azt mondja, hogy Tamás, ha itt lennél, de nincs itt. Wellingtonnal szemben nincs itt Szabó Tamás, azonban itt van valami más. A lánc. Nem tudom, hogy ezt csak a rendelkezésére bocsájtotta Nitro, vagy elcsórta tőle Ivan Kazakov.
Ismét a lelkére beszélne Chris Bíró, ezt sem szabad nyilván használni diszkvalifikáció terhe mellett, ám amíg ő megszabadul a lánctól, fogja a baseball ütőt Kazakov, elhajol Wellington, nem talál be az ütés, és ultimátum! Ez viszont bent van, lássuk, elég lesz-e? Igen! Wellington megnyeri a mérkőzést, és csak ugyan nem jött sem Nitro, sem Renegade, én megmondom őszintén az utolsó pillanatokig, félszemmel arra figyeltem, azt vártam, hogy Renegade még Nitro intő tanácsa ellenére is megjelenik, de nem jelent meg, Kazakov pedig önmagában, bárhogy is próbálkozott, nem tudott csalni, sem baseballütővel, sem lánccal. A győzelem tehát a szofisztikált Ted Wellingtoné, az első Revolution bajnok arat győzelmet. És a mai főmérkőzésünk egy olyan párosítás, aminek több évre visszanyúló háttere van, és ebből az elmúlt hetekben bizony hallhattunk ezt-azt itt az Undergroundon. Mindkét résztvevő jó voltából. Korábbi Revolution bajnok, aki ugye akkor veszítette el ezt az övet, amikor Maverick beváltotta rajta a Revolution bajnoki táskát a Vendetta gálán. A következő Undergroundon Szalai elmondta, hogy ő már magasabb célokra tör, elvégre ott van, a Tussal elért győzelme a jelenlegi bajnok Tihanyi Péter fölött, és volt egy-két keresetlen szava a múltjába az edzőjéhez, ahhoz az edzőhöz, aki az egyik legelismertebb szaktekintélyt Magyarországon, sőt Közép-Európában. De Szalai úgy érzi, hogy visszatartotta őt, hogy nem vette őt komolyan. Hogy másokat favorizált vele szemben. És ennek az egykori edzőnek akarja ma megmutatni Szalai, hogy ő már tényleg egy másik szint. És korábbi hátkormányokat! Az Erosok Valéri földőjáró felett! Ti hátkor hátkerüljön! Dover! Dover rendszerint fukarkodik a szavakkal. Nem ő a legbőbebb szédűbb ember a világon, ennyi egészen biztos róla. Azonban, amikor láthattuk őt itt a múlt héten, a rájellemző kendőzetlenséggel beszélt Szalairól, két szót kihangsúlyozva, a fiatalabb birkózó személyisége kapcsán, az egyik az volt, hogy Szalai lusta, a másik pedig az, hogy gyerek. Itt az érzések egymás között, azt, hogy mit gondolnak a másikról, azt gondolom ebben a mérkőzésben nem kisebb kendőzetlenséggel meg fognak jelenni, hiszen van mit bizonyítaniuk. Főleg Szalainak Dover felé, azt gondolom, főleg az elhangzottak után. De azért Dovernek a szakmaisága, az éles szeme szintén benne van itt a képben, hogy amit mondott Szalairól, az igaz-e. Nagyon-nagyon érdekes ez a helyzet, hölgyeim és uraim, tehát nem tudok szabadulni egy kicsit a gondolattól, amióta hallottam Szalait és hallottam Dovert, hogy a másikról alkotott véleményükben némileg a múltban élnek mindketten. Mert Szalai is tény és való, lehet, hogy így érezte a tréningje évei alatt, a felkészülése évei alatt, hogy nem kap akkora hangsúlyt, hogy lenézik őt az edzői, de valljuk be, Szalai tényleg egy lassabban érő típus volt a Tihanyi Péterekhez, a BT-khez, a Boldoghoz képest. Ezt láthattuk itt a HCV-ben a pályafutása korai szakaszában. És lehet, hogy ezt azok a dolgok idézték elő, amiket Dover mondott róla. Lehet, hogy tényleg túlságosan gyerekfejű volt. Lehet, hogy lusta volt fejlődni Szalai Zoltán. Lehet, hogy ne adj Isten, még hisztizett is,
amit szintén hallottam róla nem egy prominens HCV birkózótól. Lehet, hogy ezen dolgok nélkül Szalai pályafutása már régen előrébb tartana, hogy nem lett volna ő a sorsforgató fiú, aki gyakorlatilag egy másfél éves, kilátástalan útkereső purgatóriumon ment keresztül itt a HCV-ben. De azért azt is meg kell jegyeznem, hogy Szalainak az elmúlt egy évben mutatott teljesítménye és az eredményei valamelyest cáfolják azt, amit Dover mond. Szalai tényleg szintet lépett, olyan sok idő után. Ez már egy más Szalai, én is dicsimuszokat zengtem róla. Tussel elért győzelmei vannak olyanok fölött, mint Renegéd vagy Tihanyi Péter. Ezt a Szalait lustának és gyereknek nevezni nem tudom mennyire helytálló, még akkor sem, hogyha egyébként én nyilván más szemmel nézem őt, mint az egykori edzője, és soha nem láthatom Szalait kívülállóként, nem in-ring szakemberként, úgy, ahogyan Dover teszi. Ez a mérkőzés, ahogy most kialakul, mind a két fél részéről nagyon sokat mondó lesz. Eddig a pozícióért küzdenek leginkább. És egyikük sem hajlandó meginogni, egyikük sem hajlandó hátrálni. Egyikük sem hajlandó a földre kerülni. Na most egy side headlock takeover Szalai jóvoltából. Tényleg rengeteg mindenről van itt szó. Volt is szó, lesz is szó. E két birkózó között. Dover ugye azt is elmondta, hogy reméli, hogy Szalai megtalálja a helyét ebben a szakmában, de hogy szerinte az nem a kötelek között lesz. És azért, azért ezek kemény szavak, oppá! És ez meg egy kemény esés volt a betonra. Szóval kemény szavak ezek, főleg egy korábbi Revolution bajnokkal szemben. Akinek nyilván kulcsfontosságú mérkőzéseken sokszor volt segítsége, sokszor voltak trükkjei, de ettől függetlenül az eredményeit úgy gondolom nem veheti el tőle senki. De ha Dovernek igaza van, akkor a Szalai jövőjére nézve nem jelent túl jót. Egyszerre lépnek vissza a kötelek közé. Szinte másolják egymás mozdulatait. Vajon mennyit tanult meg Szalai? Mennyivel többet tud, mint amennyit Dover belelát? Mert ez is egy nagy kérdés lehet. És nem éppen a tisztelet megnyilvánulása az, amit most látunk. És itt vannak az ütések, és nagyon érdekes látni azt, hogy igazából meg sem próbálnak védekezni az ütések ellen. Csak szedik be őket, mintha ezzel is provokálnák a másikat, mint a kihívást fektetnének a másik elé, hogy tudsz-e elég nagyot ütni ahhoz, mester, vagy tudsz-e elég nagyot ütni, öcsi, hogy kifektess engem, hogy a padlóra küldj engem. Na most, már váltások. Dover aztán a sorozattal. Igazi throwback, a régi idők birkózóját idézi. Dover, a HCV vezetőedzője, régmúlt időket Európában, amikor ez volt a vezetői stílus itt az öreg kontinensen, most Szalaitól érkezik a Body Slam. Aztán visszamegy! Dover is beadja a saját Body Slamjét. Ó, és egy nagy dobás! Kicsit olyan érzésem van, mint hogyha egy HCV tréningen lennénk, egy gyakorló mérkőzésen, és ott próbálná meg a mester és a tanítvány megmutatni egymásnak a saját rutinját, illetve a saját fejlődését. Hoppá, backbreaker! Szalaitól Doveren. Aztán a kötelekbe küldi, jó, jön vissza Dover, hoppá! Ez is bent van! Ügyes volt most Szalai, és Szalai, minthogyha átvenni a kezdeményezést Dover fölött. Azért azoknak a szavaknak fájniuk kellett, ebben egészen biztos vagyok, bármennyire is mondja magáról Szalai, hogy ő már egy más szint, hogy ő már nem törődik a múlttal, hogy nem törődik azzal az emberrel, aki volt. Az embernek az edzőjétől ilyen szavakat hallani egészen biztos, hogy fájdalmas. És ezt a fájdalmat akarja most ezekben a pillanatokban Szalai Zoltán visszaadni Dovernek. Bármennyire is tisztelem Dovert, annak ellenére is, hogy ő egy olyan birkózó, akivel nagyon ritkán értettem egyet a HCV-ben töltött éveim alatt,
Most minden tiszteletem ellenére szurkolnom kell azért a HCV jövője szempontjából, hogy ne legyen igaza Szalaival kapcsolatban. Hogy Szalai több legyen annál, mint amit Dover lát benne. Hogy gazdagodjon a szervezet egy igazán értékes tárral a következő évekre. Viszont Dover... Dover számára egy fontos lecke adás lehet ez a mai nap Szalai felé. Egyelőre azonban Szalai leckészteti őt ezekben a pillanatokban. Ezzel a puhító feladásra kényszerítő fogással. Kifacsarja Dover karjait, hátra feszíti őket, a térde ott van a gerincében. És Dover erőnek erejével kászálódik talpra, a közönség biztatja őt. Hiába nem nyerte el Szalai arroganciája a HCV Dojo tetszését. Legyenek bármilyenek is az eredményei. Itt most a mestert biztatja a nagy érdemű. Szalai érkezik hatalmas clothesline-nal a köteleknél, és Dover a padlón köt ki. A becsapódás valóban óriási volt. És Dover nagyon megérezte. Szalai hagyja őt fölállni. Most jön a következő! És ismét a padlón köt ki Dover. Egy másik szint! És Szalai mondja, hogy ez egy másik szint. És ezek a clothesline-ok valóban egy másik szintről valók, hogyha egy olyan erős, egy olyan magas fájdalomküszöbű embert, mint Dover a padlóra tudnak küldeni. A harmadik elől viszont ott van az elmozgás. Aztán a könyökös elől is. És jön vissza Dover. És most már ezeket a karral bevitt ütéseket váltogatják. Egymásnak feszülnek tényleg, mint az öreg bika és a fiatal bika. Mondom Doverre, az öreg bikát pedig hát 31 éves még csak, egyáltalán nem öreg. Wrestling értelemben véve. De ami a rutint illeti egyértelműen. Ő van előnyben. És Szalai azért akármennyire is lassabban érő típus, akármennyire is több idő kellett neki ahhoz, hogy befusson, azért ő már tényleg ezen az úton volt az elmúlt időszakban. És ne felejtsük el, hogy bármit is gondoljon róla Dover, nem ő volt az, aki megpróbálta tönkretenni Szalai útját a csúcs felé vezető úton, aki megpróbálta visszarángatni őt a földre. Szalai volt az, aki kihívta Dovert. És valószínűleg pont ezért hívta ki, hogy ilyen mozdulatokat vigyen be neki, azonban Dovert se kell félteni. Jön rögtön a válasz, egy oldalsó szuplexel egy Saitoval, és aztán fordulásból hatalmas lariát, ebből a túls helyzet, és kettő. Szóval Szalai volt az, aki nem tudta igazából ezeket az éveket, a tanulc éveit megbocsájtani Dovernek, és most, hogy új célpontot kellett keresnie magának, egyből az ő neve került a listája élére. És lehet, hogy ezt meg fogja bánni, hogy ezt kívánta Szalai, hogy ezt a négyzeteltérést akarta rendezni Doverrel a kötelek között, és megmutatni neki, hogy itt van a helye. De még nagyon-nagyon sok kemény összecsapás vár rájuk addig, amíg ezt eldönthetik, és nem is vagyok benne biztos, hogy ez már a mai napon, ezen az egy mérkőzésen megtörténhet. Bár nyilván fontos állásfoglalás lenne a leendő győztesünk részéről. Mind a ketten a ringen kívül. És haladunk egyébként már a Dicsőség napja gála felé, a tavasz legnagyobb gálája felé. Tianyival és Krisz Jokiccsal. A bajnoki címmérkőzésben a jegyek már kaphatóak a Tixán és az Egresi Fitnessben. Minden információ megtalálható HCV Facebook oldalán. És közben itt megy az adókapok a ringen kívül egy hatalmas fejelés Szalaitól. Dover ezt alaposan beszedte, vissza is küldi a ringbe, miért számol rájuk a mérkőzés vezető. Ezt is figyelemmel kell kísérni, hogy ne így legyen vége a meccsnek. És most kiemelné Szalai, de átfordítja Dover egy okos ravasz manőver. Lent voltak a vállak, de nem elég hosszú ideig. Aztán egy hatalmas alkaros. Dover szinte meg se inog, visszaküldi. Ugyanaz az adókapok. A birkózók és az elvek között, amit látunk a mérkőzés kezdete óta, a roundhouse kick betalál Dovernek, és most megvan a kiemelés és megvan a powerbomb! Elég lesz-e vajon, Szalai tusra megy, Dover kijön! Az eddigi legnagyobb manőver a mérkőzésen is csak kettőt ért. És Szalai bosszús. A bosszúját látta ebben a manőverben beteljesülni. Dover azonban
a saját igazát látja, és nem adja meg magát Szalainak. Nem adhatja meg magát annak az embernek, akiről azt mondta, hogy a jövője nem a kötelek között van. Sarokban Dover, mivel próbálkozhat vajon Szalai fölteszi a felső kötélre. Azonban Dover elkapja az állát! És ott repült egy atyai pofon, blokkolja a rúgás Dover, és most alkarral próbálja védeni magát Szalai, de záporoznak rá az ütések. És ott van! Nagy dobás egyenesen rá a sarokpárnákra és a sarokvasakra. Dover kész lehet lezárni a mérkőzést. Rohamra indul, de ismét ott van a roundhouse kick. És most az újabb roham mind a kettejüket a ringen kívülre viszi. Nem először kötnek ki a betonpadlón Szalai és Dover. Ismét elindul a számolás, ismét vissza kéne jutniuk valahogy a kötelek közé. 4-nél tart a mérkőzés vezető. Szalai is és Dover is a padlón egyelőre. Dover valamivel közelebb a ringhez. Ő van könnyebb helyzetben, hogyha vissza akar kapaszkodni. Biztatja őt a közönség. És most már mindjárt lejár az idő. Dovernak vissza kéne mennie, és Szalai megakadályozza és visszarántja őt a padlóra. És vége! Elért tízik Chris Biro. Kőkemény adok kapok, és döntetlen a vége, és Szalai a végén nem arra törekedett, hogy maga is visszajusson a ringbe és folytassa a küzdelmet, hanem arra, hogy megakadályozza Dover visszatérését. Szalai ezen a ponton elfogadta a döntetlent a mérkőzésen. Az ellenfelét akadályozta ebben a döntő pillanatban. És azt kell mondjam, hogy ez a mérkőzés nem döntött el semmit kettejük vitájában. Nem döntött el semmit kettejük állásfoglalásaiban, mert sem Dover, sem Szalai nem tudta megnyerni. Szalai nem tudta megmutatni Dovernek, hogy ő egy másik szint, de megakadályozta azt, hogy Dover úgymond visszaküldje őt a suliba. És úgy látom, hogy egyikük sem egészen ezt akarta. De azért Szalai valamelyest igazolva látja magát, Dover pedig dühös.